Köszöntöm kedves nézőinket! Jótékonysági gála estet szervez a Genézius Színház, a befolyt összeg teljes részét pedig a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesületnek adományozzák. Az eseményről a rendező Jónás Anna és a társulat vezetője Horváth István fog ma mesélni. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban! Szia! Szia, köszönjük a meghívást! Mióta tart ez a kezdeményezés? Több hasonló eseményetek is volt már, mint ez a gála est? Ez most egy ilyen felújított kezdeményezés, amikor még a 2017-ben indítottunk el egy ilyen ötletsorozatot, hogy hogyan tudunk hozzátenni a társadalmilag fontos kérdésekhez, vagy esetlegesen mi hogyan tudunk segíteni, ha már van egy platformunk, ami ugye a Genézius Színház, akkor nem csak az előadásokkal, hanem esetlegesen olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, ami érint bennünket, mint embereket, mi az, amiben tudunk segíteni. És ott elindult egy ilyen ilyesfajta kezdeményezés, elmentünk csoportosan, megkérdettük nézőkkel, akik csatlakoztak hozzánk, barátaink csatlakoztak hozzánk, elmentünk csoportosan vért adni, de készítettünk mesehangos könyvet látássérült gyerekeknek, abból kiadványokat készítettünk, és azokat így bevittük különböző intézményekbe, illetve 2017-ben volt már egy jótékonysági gálánk, akkor rászoruló gyerekeknek a kirándulását finanszíroztuk a bevételből. Hogy látjátok, eddig mennyire voltak sikeresek ezek az események? Alapvetően szerintem egyébként szeretik a nézőink az ilyesmit. Én ezért vetettem fel az évad elején ezt az ötletet Pistinek, hogy csináljunk egy évadzáró gálaestet, mert sok darabot csinálunk mostanában, és nagyon-nagyon arra fektettük a hangsúlyt, hogy darabokat hozzunk létre. Viszont ezekről így néha megfeledkezünk, és ezek nekünk is jutalomjátékok, egy kicsit kiszakadunk a megszokottból. És ez egy zenésebb irány, amit alapvetően egyébként a csapat nagyon szeret. Úgyhogy azonnal igen mondott, hál' Istennek rá, hogy persze akkor csináljunk évadzáró gálát, és akkor legyen egy ilyen nagyobb lezáró műsorunk. Egy kikötése volt, hogy legyen jótékonysági akkor ez a gála. Miért pont erre az egyesületre esett a választásotok? Hát amikor ő kikötött, hogy legyen jótékonysági, én ezt egy nagyon jó ötletnek tartottam, és mondtam, hogy akkor nekem annyi a kérésem csak, hogy a csapat mindenféleképpen olyan szervezeteket dobjon be ötletként, ami helyi vagy nagyon környékbeli Szegedhez, és fel tudjuk venni kellően velük a kapcsolatot, így igazából tudjuk is közvetlenül, hogy kiket támogatunk, és a másik kikötésem az volt, hogy szeretném, ha olyan szervezetet tudnánk támogatni, akik annyira nincsenek köztudatban, pedig kellene igazából, tehát mindenhol jól jön a segítség, ezzel tisztában vagyunk, nem is volt egyszerű meghozni a döntést, hogy akkor melyik szervezet legyen az, de talán az elsők közt volt, akiknek felmerült a nevük, és akkor úgy voltunk vele, hogy az első megérzés általában jó. Milyen programokra számíthatnak majd a látogatók a gála esten? Hát a gálánk idei témája a mese és filmvilág. Ez nagyon egyszerűen jött egyébként, szerintem mindannyian borzasztóan szeretjük ezt a témát a csapatban. Elég sok a közös kedvenc is, szerencsére. Úgyhogy a mesékből ragadtunk ki jeleneteket, dalokat, ugyanígy a filmekből próbáltunk újra színpadra rakni bizonyos kedvenc részeket, vagy olyan részeket, amikről úgy gondoljuk, hogy érdemes azokat megragadni. Aztán most rájöttünk, hogy nagyon sok van még, amit nem merítettünk ki, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy évek múlva ehhez a témához még visszanyúlunk, de alapvetően a terv nem az, hogy mindig ebben a témában maradunk. Azt az egyébként érdemes tudni, hogy az nagyon fontos volt az összeállításnál, hogy érthető legyen minden. Tehát ha még esetlegesen valaki nem is látta az adott mesét, vagy filmet, vagy ilyesmi, akkor is érthető legyen számára a jelenet. Meg esetleg kedvet csináljon neki hozzá, hogy megnézze. Kiknek ajánlanátok leginkább ezt az eseményt, melyik korcsoportot próbáljátok például megcélozni leginkább? Hát mi kiírtuk az eseményünkhöz, hogy a 14 éven aluliaknak nem igazán ajánljuk. Nem történnek igazán durva dolgok, de azért szeretünk odafigyelni arra, hogy biztosra menjünk mindennel. Úgyhogy ezért azt ajánljuk, hogy a 14 éven felüliek jöjjenek. Film témában leginkább az, ami ezt behatárolja jobban.
De azon felül igazából szerintem mindenki meg tudja találni azt, ami tetszik neki, és érdekes lehet számára. Terveztek még hasonló eseményeket a közeljövőben? Az évadot lezáró jótékonysági gálát minden évben szeretnénk most már megtartani. Nyilván ez egy sokkal könnyedebb műfaj, mint egyébként azok az előadások, amiket évközben bemutatunk. Egy sokkal-sokkal egyszerűbb és néző számára sokkal befogadhatóbb és könnyedebb dolog. Kicsit vicces, kicsit elgondolkodtató, de azért főként a szórakozáson van a hangsúly. Mindenképpen, illetve tehát ezzel folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, ahol mi be tudunk segíteni valahova. Ez számunkra rettentő fontos, hogy ne csak egymásnak legyünk, hanem valamit tudjunk tenni a környezetünkért is. Én is nagyon fontosnak tartom ezt, illetve azt szeretném még kérdezni, hogy mit ajánlanátok azoknak, akik még nem biztosak abban, hogy ellátogatnának ide, hogyan vonzanátok őket ide erre az eseményre? Hát, ha valaki szeret szórakozni, akkor ott a helye mindenféleképpen. Ha támogatni szeret valakiket, vagy segíteni valakiken, akkor meg aztán végképp, mert ezért hoztuk létre ezt az egészet. És igazából, aki kedveli a mese és a filmvilágát, az szerintem ott megtalálja legalább egy kedvencét. Én így gondolom. Igazából itt színpadra kerülnek mindenféle hősök, de igazából azok a hősök, akik oda jönnek és segítenek. Pontosan. Én azt gondolom, még mi is csak ilyen kettő közötti kapcsolat vagyunk. Meg hát azért nem teljesen vagyunk mi normálisak, tehát azt azért így muszáj elmondanom, hogy aki oda jön, valószínűleg jól fog szórakozni. Reméljük legalábbis. Remélem, hogy minél többen ellátogatnak majd, és köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük. Nézőinktől most búcsúzunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!